Farkas Éva, értékesítési osztályvezető. Több mint 2 évtizednyi tapasztalatát az ország egyik vezető telekommunikációs cégénél szerezte, de már 6 éve a Magyar Állami Operázba kamatoztatja azt. Létrehozta az Opera Shopot és az Opera Tourt, hozzátartozik a közönségszervezés, a jegy- és bérletértékesítés, azok promóciója is, de az előadások nézőtéri felügyelete ugyancsak. Azt tudjuk, hogy szabad idejében triatlonozik, de vajon elég edzette ahhoz, hogy eljusson alfától operáig? Öltözöl-e állatbőrbe? Cipő, kabát, bunda? Nem, nem tetszik. Milyen eszközön hallgatsz otthon, operát vagy balettzenét? Telefonon. Az mindig kéznél van. Mikor jártál utoljára könnyű zenei koncerten? Hát 3-4 éve kb. De már nem is emlékszem, mi volt az. Talán... Kispál és a Borz. Kivel szeretsz a legjobban utazni a családodból? A férjemmel. Csoki fondű vagy sajt fondű? Sajt fondű. A csoki hízzel. Fűződik-e fontos emléked vonathoz, vonatúthoz? Nem. Ritkán utazom vonaton. Maszk vagy sál? Maszk. Mik a kapcsolódási pontjaitok a legjobb barátoddal, barátnőddel és ki ő? Hát közös sport és a munkahelyi barátom. Mi a legrégebbi tárgyad a lakásban? Ékszer és a nagymamámé. Találkoztál már híres magyar sportolóval? Igen. Hosszú Katinkával rendszeresen az úszodában. Miért szerettél bele a kedvenc hobbidba? A futásba, azért mert kikapcsol és stresszmentesít. Melyik a kedvenc magyar épületed? Az Operaház, mert ott dolgozom. Mi volt a legszórakoztatóbb külföldi élményed? Hát Rómában, amikor a nászatunkról hazafelé jövett, majdnem lekéstük a repülőt. Tolmácsoltál már? Nem. Ha bármelyik természeti képződménynél énekelhetnél, vagy táncolhatnál, hol lenne az? A Nilvara vízesésnél. Melyik a kedvenc karácsonyi dalod? A Csendeség. Érettségi emléked, amelyik a legfelül van? Matek, nagyon rosszul sikerült. Számodra mi az Operaház elsősorban? Műemlék, vagy színház? Színház. Ha valamit megmenthetnél az Erkelből a színház közelgő felújítása előtt, mi lenne az? Egy szék. Mi az, ami a legjobban tetszik az Eiffelben? A hatalmas terek, meg a mozdony. Melyik családtagod inspirál a legjobban? A férjem.